Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy megvásároltam a következő Marvel figura gyűjteményt, méghozzá Fekete Özvegy 17. számát. Úgyhogy most itt előttetek ki is fogom bontani. Látjátok, milyen tök jól néz ki. Úgyhogy akkor vágjunk is bele. Most kivételesen nem itt fogom vágni, akkor belevágnék az újságba, hanem itt fölül vágom. Úgy gondoltam, hogy így egyszerűbb lesz, és akkor a figurát addig. És akkor így simán kiveszem. Ezt meg addig így ledobom. És akkor nézzünk bele egy kicsit így a újságba. Ugye a 17-es része figuragyűjteménynek. Ugye itt elmondják úgy magát a Fekete Özvegyről mindenféle infót. És akkor megnézzük magát a figurát, ami ez lenne. Na, a dobozt innen eldobjuk. És akkor nézzük meg. Hol is van? Most fogjuk ezt a snicert. És akkor itt szépen elvágjuk. Jó, szerintem meg is van. Szépen kivesszük. Íme Fekete Özvegy. Közben ezt is eldobom innen. Ugye ő egy kisebb figura, mint a Vízió volt, jóval kisebb. És így néz ki. A haja belelóg az arcába. Nem nagyon akar fókuszálni. Na, próbáljuk meg még egyszer magát az övet, fegyvert a kezébe. Na. Nem nagyon akar. Hátulról is így néz ki. A haja, meg nagyon szépen úgy megcsinálták részletesen. Mint hogyha az arca egy kicsit, nézzétek meg. Na, fókusz. Mint hogyha csontosabb lenne az arca. Most persze fókuszál. Na és akkor nézzük meg, hogy milyen szám rejtőzik itt. 17-es? Na, jól írták. És ABN 3121. Érdekes, hogy a fókusz most nem nagyon tudta bemutatni nekünk a Fekete Özvegyet, de azért úgy megpróbálta minden részletet bemutatni rajta, és még nem fog elmaradni, ez a videó vége. Megnézzük, hogy ki lesz a következő a 18. részben. Íme. Ó, homokember! Na,
Hát ezt már nagyon várom. Pókember ellensége számára. Az élet egy nagy homokozó. Na. Hát ezt is nagyon várni fogom. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a bemutató videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!